A Nyíregyházi Egyetemre jelentkező fiatalok számának növelése és az intézmény vonzerejének erősítése a célja annak a projektnek, amit az oktatási intézmény indított, főként műszaki, természettudományos, matematika és informatika szakokra várják a diákok jelentkezését, ezen tudományterületek vonzóvá tétele a cél. A célunk az, hogy olyan NAT-ra épülő kompetenciákat, illetve a vállalatoknak a vállalati szférában elvárt kompetenciákat próbáljuk erősíteni gyakorlatorientált tevékenységekkel, konkrétan nem csak egyetemi oktatókkal, hanem a vállalati szférának a képviselőivel is, ahol konkrét feladatokat, olyan feladatokat, ami a mindennapi életben előfordulhatnak, és ahol csapatmunkában tudnak dolgozni a gyerekek. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb része, és az összes tevékenységünk tulajdonképpen ezt keretezi, mert a figyelmet próbáljuk erre felhívni, hogy minél többen és minél hamarabb próbáljanak erre a pályára lépni, és akkor testközelből természetesen próbálják meg ezeket a feladatokat kipróbálni, gyakorolni. A Nyíregyházi Egyetem az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetséggel közösen valósítja meg a projektet. A szervezetet olyan hazai vállalatok hozták létre, amelyek elkötelezettek a műszaki és mérnöki képzések fejlesztésére, valamint a végzett hallgató szakemberek munkába állításának segítségére. A szövetséget alkotó jelenlegi 15 cég között változó intenzitással, de megvan annak a tapasztalása, hogy megfelelően képzett munkaerőből bizony van egy fokú hiány. Az informatikai szektorban tevékenykedő cégeink közül, például az Evosoft vagy az Ericsson, gyakorlatilag szerintem 5-600 főnek azonnal tudna munkát adni, akik megfelelő programozói végzettséggel rendelkeznének, de a kis és középvállalati szektort képviselő BND cégünknél, akik robotikával foglalkoznak, rendszeresen emlegetik azt, hogy a megfelelően képzett személyek hiányoznak. Gyakran végzettséggel rendelkező személy van a munkaerőpiacon, de az, hogy valaki a végzettség mellett rendelkezik-e cselekvőképessége, tehát meg tud csinálni dolgokat, ezt a kettőt érdemes ketté választani. A projektet a Nyíregyházi Egyetem 4500 diákra terjeszti ki. Bíznak benne, hogy a gyakorlati tapasztalat vonzóvá teszi a középiskolások számára azokat a területeket, amelyben most szakemberhiány van.